Érzem a földet, a szelet, a napot, az állatokat, a növényeket, a vizet. Ez az alkotás és a benevezettek között volt a tavalyi Forgass a Földért versenyen. A program lényege, hogy 24 óra alatt kell bármilyen eszközzel filmet készíteni a környezetvédelem témájában. Az elmúlt 10 esztendőben világméretűvé fejlődött a játék, a tavalyi hirdetésre Indiától az Egyesült Államokig a Föld számos pontján talált fülekre a kezdeményezés. Ez is azt mutatja, a fiatalok értik a környezettudatosság fontosságát, és szívesen foglalkoznak a népszerűsítésével a filmeszközén keresztül. Jirzsi Mencel, Szabó István, Makkáról, Jancsó Miklós, csak néhány név a szakmából, azok közül, akik az elmúlt 10 esztendőben a játék mögé álltak. Most pedig, hogy a jubileumi évhez érkeztünk, a szervezők arra törekszenek, hogy minden eddiginél nagyobb volumenű programsorozattal ünnepeljenek. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy még népszerűbbé váljon, mondjuk így, hogy világszerte maga a játék, és az idei év ugye pontosan a 10. jubileumi játékra való ráhangolódás miatt, mert ugye 2013-ban volt az első olyan témájú játék, ami a környezettudatosságra való neveléssel vagy ezzel foglalkozik, és ezért gondoltuk azt, hogy itt az ideje, hogy megint lépjünk egy nagyobbat, vagy még nagyobbat a dologba, ezért aztán októberben New Yorkban lesz egy bemutatója a játéknak, és az eddig a 10 évben elkészült filmeknek. Igyekszünk azt is jóra, tehát hogy legyen értelme. Tavasszal volt egy bemutató Los Angelesben a filmeknek, és ennek hatására nagyon szép számban érkeztek arról a területről is filmek, de hát meg kell hozzá csinálni a megfelelő felhajtást, hogy ugye eljusson az emberekhez, hogy ez egy világon egyedülálló játék, amit most már ebben a témában 10 éve játszunk, 2023 tavaszán lesz a világjáték, ami is hát lényegesen nagyobbra szeretni, monumentálisabbra megcsinálni, mert a szakma mögöttünk van, tehát a filmszakma mögöttünk van, tehát az azt jelenti, hogy ők szinte bárki adja a nevét hozzá, hiszen tudja, hogy miről van szó témájában, lebonyolításában, és hogy eddig is, hogy ki mindenki adta a nevét a játékhoz, az Oscar-díjas filmesek, ugye, akiket megszólítottunk a dologgal, vagy akár oktatási intézmények Los Angelesen, New Yorkon keresztül, Indián, illetve a Pekingi Egyetem hallgatói is több alkalommal indultak. A magyar származású Kál Bárdos, a New Yorki Egyetem oktatója a kezdetek óta részese a játék szervezésének. Azt mondja, számára ez a játék Balázs Béla életművének beteljesedését jelenti, aki eltökélten küzdött azon, hogy a film nyelve elterjedjen. A szervezésbe ismét bekapcsolódott a Pécsi Egyetem szekszárdi kara is. Az új kor új kihívása iránt nyitott karnak, egyetemnek, nem csupán feladata, de kötelessége is, hogy közreműködjön ilyen programok megvalósításában. Elsősorban azért, mert ez a program gyönyörűen igazolja, bizonyítja, hogy a fiatalok, az új nemzedék, a digitális kultúrában felnövő tinédzserek rendkívül fogékonyak, egyfelől az új technológia lehetősége irányában, a vizuális történetmesélés nagymestereivé válnak, másfelől fogékonyak a globális problémák irányában is. Ilyen globális probléma, a globális klímaváltozás, azok a környezeti problémák, amelyek hát tulajdonképpen felülelik a mindennapjainkat. És talán van egy harmadik nagyon fontos elem, amit újabb kutatások egyértelműsítettek az új nemzedékekkel kapcsolatban, az, hogy nem csak a globális problémák irányába fogékonyak, de a lokális, helyi értékek irányában is, tehát tudatos lokálpatrióták, akiknek a helyi kötődése is nagyon fontos lehet, és erre építenünk is kell. Tehát nagyon jók az alapok, jók a pillérek, el kell indítanunk, folytatnunk kell az ilyen kezdeményezéseket. Nagyon örülök annak, hogy a jövő évben immár 10. éve futó filmmaratonnak karunkad az elmúlt években most már folyamatosan elindított hagyomány vagy kezdeményezés nyomán otthont, az idén is. Októberben indul ez a filmmaraton, és a filmmaratonnak nem csupán a környezeti problémák iránti fogékonyságot kell bemutatnia a fiatal nemzedékek esetében, hanem a helyi értékek, a település, az őket befogadó város iránti kötődést is, tehát a lokális és a globális értékek egyaránt megjelennek ezekben az alkotásokban.
A jubileumi évben több helyszíne is lesz a játéknak. Magyarországon Győr, Budapest és természetesen Szekszárda biztosan csatlakozó városok. Az utóbbi ez év októberében ad majd helyet a rendezvénynek. Fontos a városnak is, hogy ezt a játékot innen indítottuk el. 2004-ben indítottuk el, egyébként ugye az alapjáték az 2004-ben indult. Októberben egy szekszárdi játékot tervezünk, október közepére, amiben a zsűribe bent lesz az első győztes, ugye a Maez Zoli, aki azóta már hétszeresen Magyarország a szakma szerint legjobb operatőr címmel is büszkélkedhet. Úgyhogy nekünk is fontos, én úgy gondolom, aki itt él, vagy itt vagyunk így a városban, mindannyian is tudjuk, hogy miről van szó, és hogyha innen meg tudjuk mozgatni a világot és az internet világába, ugye ez annyira nem tűnik bonyolultnak, akkor szerintem marad a központja a tavaszi játéknak is, tehát a világjátéknak is az idén mindenféleképpen, illetve hát 23-ban mindenféleképpen itt marad. A Forgass a Földért szekszárdi fordulójára ebben az esztendőben október 15-16-án kerül majd sor, melyet megelőz majd egy New York-i bemutató még ugyanebben a hónapban. A 10. éves programra 2023 áprilisában várják a versenyzőket Szekszárdra. Minden jelentkezőnek ugyanis itt kell majd versenyfilmjét elkészítenie.